forduló pont a végletemben, mert eddig úgy tudtam, hogyha szép képeket akarok látni, akkor valami múzeumba kell elmenni, befizetni a pénzt, a belépőt, és az összesen könyörködni. Hát most már látom, hogy spórolni lehet. A mai világban egy nagyon fontos momentum, el lehet szépen jönni ide. És ezek a képek, amit itt látok, egy jogtával sem rosszabbak, vagy gyengébbek, mint a nagy kiállításokat is látok. Úgyhogy fő ajánlom, félre tenni azt a pénzt, amit az ugyanokban tartogatunk, és szépen eljönni ide. A pénzért velünk hajlandok, sőt, és valami másra használható cicsit. Köszönöm szépen. Állatokat
élesen, a növényeket pedig lányra kell fotózni. Ja, igen, még egy kész szorít azért el szeretnék mondani, hogy a makrofotózásnak azért megvannak a hátrányai is, ugye? Egy az, hogy ahhoz, hogy egy szép makrofotó készítsen az ember, ezért egy néhány dolog a szüksége van, ugye az, hogy le kell kerülni, mert arra szinten tartunk, hogy van, ugye ez nem mindig kellemes. Általában a másik ilyen dolog, hogyha az ember ezt olyan helyen csinálja, ahol más emberek is lássák, vagy hülyének nézik az ember, vagy nem tudnak hozzá, ez is egy dolog után. Amikor annó a széles előző Ugyaskosból fotóztam a Narcisza völgyében, beengedtük a park területére, és akkor ott az egyik tárok mellett feküdtem be, és próbáltam megkomponálni a fényképet, és akkor erre hallom, hogy az úton lévő turisták felkiáltottak, hogy legyenek szívesek, gyorsan hívjanak egy mentőt, mert ez valaki rosszul lett az állat szélén. Tehát ez egy ilyen szakma, aki bele szeretne kezdeni, az legyen elkészülve, hogy ilyen dolgokkal szembesüljön. Köszönöm szépen, csak amit szeretném. Én nem készültem fényképésznek, most sem tartom magam annak. Én rajzolni szerettem, meg szeretnék most is, ha volna még rá idő. Fényképet gyorsabban lehet csinálni, mint rajzot, úgyhogy utóbbi időben rászoktam a fényképezésre. Imádom a természetet. Azért mentem biológusnak, mert kint szeretek lenni a természetben. Aztán, amikor fényképezőgépem is lett hozzá, akkor, hogy általában arányosan csökkent ez, ahogy kevesebb lett az idő, úgy lett fényképezőgépen, azért ment át a rajz az fényképezésbe. Szeretem megörökíteni azokat a növényeket, meg leginkább állatokat, amiket látok. Hát, több szempontból jó ez, ha meghívnak egy fotókiáltást, akkor van mit előszednem. Meg amikor jön ez a csúnya idő, november, december, január, február, akkor van mit elővenni. Ezek szépek, színesek, zöldek, és egy-egy pillanat felvételt mutatnak a természetből. Én ezért szerettem ezt, remélem, hogy aki ezeket a képeket látja, valamilyen kis emléket vagy élményt az én saját élményeimből is meg tudok velük osztani, és ők is haza tudnak magukkal ebből vinni valamit. Ezeket én láttam, ott volt a fényképezőgépen, lehetőségem nyílik arra, hogy megmutassam annak is, aki nem bújt be utána a dzsungelbe. Fogadják szeretettel, olyan szeretettel, mint amilyen, ahogy én szeretem a természetet. Köszönöm szépen! Igen, és még egy technikai információ. Hátul lesz még a Pezsgőcsásnak az is, és még elsőt mondani a szót. Én csak azért ragadom most magamhoz a szót, ugyanis a harmadik művész, akinek a képét látják itt, Szamborúszki József, most sajnos nem lehet itt és nem mondhatja el, hogy ugyanis készültek a képek, én csak annyit szeretnék róla elmondani, hogy a Nagyberegi Középiskolában fizika tanárként dolgozik, tehát ő is igazából, mint amatőr fotós van jelen a kiállításunkban, annyit kell róla tudni, hogy a természetnek a szerelmese, és rendszeresen járja a környéket, és rendszeresen készít fotókat. Az ő fotójaira is jellemző az, hogy mindazt megörökíti, amit érdekes, amit szépnek talál. Természetesen nem biológus, ahogy említettem, fizikus, ezért olyan dolgokat fotóz, amik a környezetében megtalálható. Azért kértük fel őt arra, hogy ő is vegyen részt ebben a kiállításban is állítsa ki a képeit, hiszen egészen biztosan tudunk, hogy a közvetlen környezetében, azaz a mi közvetlen környezetünkben megtalálható természeti értékeket kapja Lencse végre. Úgyhogy ennyit kell róla tudni, remélem, hogy lesz majd még alkalmunk a közös munkára. Nagyon szép lepkefotói vannak, úgyhogy majd a jövőben biztosan még kiállítunk az ő képei közül is többet. És mindenkit arra biztatok, hogy fotózzanak, és fotózzanak olyan fotókat is, ahol a növények, habitusa, határozó bélyegei, levelei is láthatóak, amelyet az oktatásban is fel tudunk használni. Tibor, itt vagy? Tudom, hogy nekem szólt a megjegyzésed, ami azt illeti, hogy nagyon szeretem a képeit, mert nagyon szép művészie, de mint megőrzött pedagógus azt is nézem mindig, hogy melyiket tudnám beépíteni a következő PPT-be. Úgyhogy ez csak teljesen erről szól. Úgyhogy ennyit szeretünk volna mondani. A rendezvény elején említettem, hogy a rendezvény
megtartását, megszervezését nagyban segítette a Beregszászi Magyar Konzulátus, illetve a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács hozzájárulása. Köszönjük nekik szépen, és egyik is itt távolétünkben kérünk egy tapsot. Akkor most vegyünk egy poharat, fáradjunk oda a terem végébe, és egy pohárral a kezünkbe, kocintva járjuk körbe a fényképeket. Na és kedves kollégát, ne megyetek már még beszélni, meg ti sem megyetek, jó, közösen még a kollégákat megkérjük szikorszétrásra. És aki kerülhet, jó, a tanszéki kollégák és az előadó volt diákjaitak kérjük, hogy ne menjenek még el, kicsit maradjanak velünk a tanszéken. Thank you.
Köszönöm szépen!